Sziasztok animefanok és japánfanok, én Kedbet Sensei vagyok, a mai videóban pedig elhoztam nektek azt a 10 animét, ami nekem az első pár rész alapján a legjobban megtetszett a 2022-es nyári szezonból. Le kell szögeznem, hogy ezt a listát az első benyomások alapján állítottam össze, és nem szerepelnek benne második vagy sokadik évadok, amelyeket még ezeken kívül nézek, de remélem, hogy ez a kis lista meghozza a kedveteket ahhoz, hogy ti is belenézzetek a most következő valamennyi animébe. Lássunk is neki! Tizedik. Tensei Kenjo no Isekai Life. Az idei nyári szezon nem szűkölködik a fantasy isekai büdzsében, bár tény és való, hogy most nem ez a koncepció hozza a legtöbb pénzt a konyhára. Listán 10. helyére ítélt alkotása is egy ilyen anime, ami elsőre nem tűnik túl ígéretesnek, de sajnos másodjára sem. Bár tény és való, az alapfelállás csűrcsavar annyit a dolgokon, hogy azt hihetnénk, valami újdonsággal kell szembenéznünk, valójában a hardcore isekai trasheknek kedveztek csak igazán. Kapunk egy tip-top hőst Yuji Sano személyében, akinek a neve egyébként egy tök kreatív kis szójáték, hiszen a japán hős kifejezés, a Yusha, fülhallomás nagyon hasonlít a srác nevéhez. Yuji még saját világában nem volt más, mint egy kisszerű irodai munkás, a fantázia világában a szörny szelídítő titulussal illetik, melynek köszönhetően familiárisává fogad egy csomó kék nyálkát és egy fehér farkast, akikkel rendszerint telepatikus kapcsolatot felvéve a kalandok során sokkal jobban ki tudja bontakoztatni az erejét, ami nem mellesleg bitang nagy. Kutyán persze elkíséri néhány csinos csajszí is a C-ből, tehát nincs itt nagy újdonság, csak a már jól bevált fantasy pikantériák egyvelege, de attól még egy szórakoztató kis anime lehet azok számára, akik nem éppen most akarnak belevágni életük legmeghatározóbb animációs élményébe. 9. Kinso no Vernei. Noha a borító alapján még nem feltétlen gyanakodhatnánk, miután kicsit utána néztünk, rájövünk, hogy egy újabb szaftos, szukubuszos ecsivel hozott minket össze a sors, aminek az eddigi értékelése egész jó a hasonló kategóriához képest. Történetünk egy fantasy világban játszódik, mi meglepő, egy varázsló iskolában, mintha már nem lőtték volna el ezerszer a bücsét a Zero Not Skyma óta, de mindegy. Lényeg a lényeg, ebben a suliban tanul Alto Goldfield is, aki nem egészen él valami arany élet, ugyanis momentán bukásra áll, mivel eddig még nem volt képes megidézni magának egy familiárist sem. Komolyan mondom, mintha csak Zero Louis kisfiával hozott volna össze a sors, bár teóriának egész okés a dolog. Ám ahogy Alto a könyvtárban próbálja orvosolni hiányosságait, hogy elkerülje a retteget bukást, hirtelen lepottyan a polcról egy grimoár, melynek segítségével végre megidéz magának egy segítőtársat, és most kapaszkodjatok meg egy ördög ilyen csábító hölgy képében. Vermely a démon az ősidőkben hatalmas katasztrófákat okozott, de most egy kamasz fiú koli szobájába kerül, és nem mellesleg nagyon örül, hogy valaki kiszabadította a varázskönyv fogságából, ahova korábban elzárták. Hova tovább boldogságát elég merészen ki is fejezi, és nem titok, szívnia kell egy kis manát ahhoz, hogy szinten tartsa saját varázserejét. Hogy ez miképpen valósul meg, és milyen hatással lesz ez Altóra és környezetére, különösen a hozzá igencsak közel álló Liliára, azt megtudhatjátok, ha belekukkantotok az embernek álcázott Demon Waifu és a Varázsló Akadémiások fantasztikus kalandjaiba. 8. Engage Kiss. Vannak a világon férfiak, akiknek, finoman fogalmazva, már túlon-túl jól megy a soruk. Van egy kis lakásuk, amit Isten igazából nem takarítanak, meggondolatlanul szórják a pénzt, de azért egy kis vállalkozást működtetnek a környéken, és mindezek tetejében két nő is aggódik értük. Hölgyeim és uraim, hagyj mutassam be Ogata Shu-t, aki pontosan ebben a cipőben jár. Annak ellenére, hogy romokban van az élete, két nő is körülötte lebzsel. Az egyikük ezek közül Kisara, aki folyamatosan a srác után kajtat akár az irodában, akár otthon, kitakarítnál, a kedvére tesz, ott áll mellette. Voltak éppen olyan, mint egy gondoskodó feleség, de ne tévesszem meg a látszat. Valójában egy démoni lény, aki minden csókjával kiszív egy emléket főhősünkből. A másik hölgyemény Shu volt barátnője és egykori kollégája Ayano, akit szintén érdekel ex-pasi a hogyléte, és mindent megtesz azért, hogy újra felkeltse a srác érdeklődését. És ha ez még nem lenne elég, helyezzük el ezt a cuki kis háremet egy mesterségesen létrehozott
távozott szigetre, harcoljanak, és persze legyen egy sorsfordító csók, amit a családja gyilkosai ellen bosszút forralósú egy cseppet sem bán meg. Még akkor is, ezzel fokozatosan elveszítheti saját önmagát. Szimpatikus kis anime megnyerő karakterdizájnnal, epikus harci jelenetekkel, egy hatalmas, lebegő metropolisszal, amely új energiaforrások felfedezéséből jött létre. Meglátjuk majd, hogy ez a történet milyen irányba bontakozik ki, én remélem, hogy ez is elnyeri majd nagyon sok anime fan tetszését. 7. Licorice Recoil. Tokió egy békés, biztonságos és persze gyönyörű város. Az emberek intelligensek, emellett felettébb kedvesek és szelídek. Japán egy alkotmányos ország, melynek fővárosában immár 8 éve nyoma sincs a bűnözésnek. Nem véletlenül. Létezik ugyanis egy szervezet, ami időről időre megakadályozza, hogy a nagyvárosban elszabaduljon a pokol. Egy szervezet, amely nem engedheti meg, hogy olyanok legyenek szabadlábon, akik fenyegetnék a békét, s ha kell, életüket kioltva is megakadályozzák a bűnözést. Egy szervezet, melynek fő célja eltüntetni, eltörölni, kiirtani és megszépíteni. Ők a likoriszok, akik amúgy mindössze egy japán kávézó alkalmazottjai, így ez a főhadiszállásuk is egyben. Itt dolgozik a lelkes, de annál megszállottabb természetű Nishikigi Chisato a csapat lelke, és hamarosan bővül a bagázs egy újabb lányjal, név szerint Inoue Takinával, akit felsőbb rétegekből tanácsoltak el, mert nem igazán követte a szabályokat, és simán lelőtt egy dílert, akit információ céljából amúgy nem kellett volna. Nem baj, a kávézóba még befér egynek, szép kis kiegészítő ellentéte lesz Chisatónak. Vajon képesek lesznek együtt visszaszorítani a gonosz erőket? És Takina rászolgál arra, hogy bebizonyítsa, van helye korábbi posztjában? Minden kiderül, vagy éppen nem, ha rácsekkoltok erre az érdekes, akciódús és a harcok szempontjából igencsak dinamikus kis animére. 6. Isekai Oji-san. Köztudott tény az animékben, hogyha reinkarnálódsz egy másik világba, onnan soha a büdös életbe nem térhetsz haza az előző életedbe. Legalábbis ez eddig így volt. Ezzel az animével mondhatni áthágunk egy több évre visszanyúló isekai sémát, ám a merész álmok merész elhatározása serkentik az alkotókat, melynek eredményeképpen megszülethetett a következő forradalmi isekai koncepció. Vagy egy nagy bukás lesz az egész? Történetünk onnan veszi kezdetét, amikor is Takafumi nagybátyja egyszer csak felébredt 17 évig tart kómájából, ami kb. Akkora dolog, mintha feltámadt volna az ipse. Ám ahhoz képest mindez csak hagyján, hogy a nagybácsi azt állítja, hogy idáig egy másik világban járt, ahol a mágia uralkodott, és amit varázslatos lények népesítettek be. Most viszont, hogy Oji-san felébredt, hirtelen fogja arcba csapni az a technológiai fejlettség, ami majd 2 évtizede végbe ment a világban. Szinte hitetlenkedve áll hozzá, mondjuk ahhoz, hogy a Sega-tól átvette a játékipar uralmát a Sony és a Nintendo. A nyomógombos telefonokat váltották az okos telefonok, az internet sebessége megsokszorozódott, az animék műfaji kiterjedéséről pedig már ne is beszéljünk. Mindezzel szembesülnie kell, ám szerencsére Oji-san van elég szórakozott ahhoz, hogy viccessé varázsolja a normál esetben fatal errorhoz vezető hatásokat, és persze Takafumi és környezete világát. Persze unokaöcsinek sincs könnyű dolga. Először azt hiszi, nagybátyjának megártott a sok évi Csicsika, de mikor a saját szemével szembesül az örege mágikus erejével, világlátása fenekestül felfordul. Vajon képes lesz beilleszkedni a 90-es évek konzol veteránja, akinek minden gondolata a retro játékok körül forog egy olyan világba, ami 17 év alatt ennyit változott? Sőt, mi több, be tudja fogadni őt régi környezete, miután odá teljesen új képességekkel ruházódott fel? Hát, lássunk neki! 5. Primadoll. Te is az a fajta békés természetű ember vagy, mint én, hogy ellenzed a háborúkat és a békepártyán állsz? Ha igen, akkor a neked való animébe vágod a fejszéd. Szóban forgó alkotásunkban ugyanis olyan mechanikusan működő automata lányokkal fogunk találkozni, akik egykor közre működtek a harcok sikeres kimenetelében, de újabban a császári főváros 5. kerületében található Fekete Macska találó elnevezésű kávézó az eszméletvesztésig gyönyörűen megrajzolt lelkes kis dolgozói. Haizakura és munkatársai az életüket egy Tōma Nagi nevű fiatal embernek köszönhetik, aki a fronton ért sérüléseikből feltuningolja őket. Ám a jó munkahelyi környezet önmagában nem elég ahhoz, hogy lelkileg is meggyógyuljanak. De hogy lehet, hogy az eféle fegyverekből verbuvált babáknak is van lelkük? Nem csak hogy van, de érzéseik néha sokkal intenzívebbek és tisztábbak az emberekénél. És ezek az érzések kellenek ahhoz, hogy a lányok megtalálják életük célját egy a harcmezőtől távol eső világban, amelyet csak egy vékony fátyol választ el a béke megtörésétől. Aki már a Rosen Maiden óta szereti a megelevenedett babákról szóló történeteket, annak tutira be fog
jönni ez az anime is, ami a korábbiakban felvázoltak alapján valószínűleg sokkal nagyobb hangsúlyt fog a belső érzésekre, mint a külső eseményekre helyezni. Annyit elárulok, hogy az első rész után olyan, mintha minden világot meghatározó esemény az animén kívül történne, de a lényeg mégis a fekete macska falain belül játszódik, és pont ez a mozdanat teszi animénket meghitté és egyedivé. Negyedik. Mamahamano Tsuregoga Motokanadatta. Most képzeld el azt, de csak egy röpke pillanatra, hogy suliban megtetszett egy lány, vagy adott esetben egy fiú, beleszeretetek egymásba, összejöttetek, még a legnagyobb hülyeségeken is összekaptatok, az érettségi után pedig szakítottatok. Hát igen, most gyorsan átugrottam a tipik romkom közhelyeket, ahogy egyébként ezt a szezon egyik üdvöskéje is megteszi a műfajban. És ez még csak hagyján, míg el nem jutunk addig a pontig, hogy Yume és Mizuto útjai közel sem ágaznak el, hiszen szüleik csak hamar összeházasodnak, így nem marad más, mint hogy egy fedél alatt éljenek, és megtanuljanak bátyús és hugica lenni egymás számára. Ám az elmúlt középsulis évek románca jócskán bekavar kettejük életébe, ami eléggé megnehezíti elszántságukat, hogy ezentúl cukorborsó tesók legyenek. Ahogy telnek mindennapjaik, egyre visszaköszön a régi vonzalom, ami mostanra már csak bűnös élvezet lehet a testvérpár számára, még akkor is, ha immárom csak mostoha tesók. Ugyanis időközben tesznek egy olyan fogadalmat, hogy ezentúl kizárólag testvéri kapcsolat létezhet között. A kis ördög ellenben, ahogy azt a huncut néző is elvárja, sosem alszik. És már kézhez is kapunk egy inittamott, forró, máskor hideg zuhannyal párosult anime élményt, ahol a tomboló hormonokkal, de talán a józanész néhány cseppjével olykor szintén átitatott párosunk részről részre megtapasztalhatja e különös testvéri szeretet páratlan pikantériáját. Harmadik, Soredemo Ayumu-val Yosetekuru. Hát fanok, már az első pillanatra beleszerettem ebbe az alkotásba, mivel szimpatikusak voltak a karakterek, és úgy unblock az egész rajzolás. Ez már nekem elég volt ahhoz, hogy belekezdjek Urushi-san és Ayumu-kun izgalmas iskolai kalandjaiba. Hazudnék, ha azt mondanám, elvárások nélkül fogtam neki a műnek, ugyanis karakterpárosunk felállása, illetve megalkotottságuk a Karakai Juzono Takagi-sant elevenítette fel bennem. Aki még nem látta, járjon utána. Noha némi hasonlóság meg csillampárosunk egymáshoz való viszonyulásában, ennek az animének a középpontjában nem az ártatlan prenkelgetések állnak. Kis történetünkben Tanaka Ayumu random úgy dönt, hogy kilép a kendo klubból, aminek csapattársai nem annyira örülnek, de hát ez van, és csatlakozik a shogi klubhoz. Ennek a kicsi klubnak egyetlen tagja a felsőbb éves Yaotome Urushi, aki a shogi mestereként tartatik számon, és most nagyon örül, mert végre kiállhat valaki ellen. Amikor összeismerkedik Ayumuval, elhatározza, hogy a példaképe lesz. A fiú azonban nem egy elveszett báránka, sőt elég pókerfész ahhoz, hogy a csaj aranyosságát erősítő bókjai nyílként hatoljanak az elszánt, de annál szendébb szempájkába. Érzéseit azonban mégsem valhatja be egyről a kettőre. Elhatározza, hogy amíg nem veri meg shogiban Urushit, nem jön el a színvallás pillanata. Mivel szempáj mérföldekkel jobb shogi játékos nála, ezért sok víz lefolyik még a Dunán, még eljön a diadalittas győzelem pillanata. Ha eljön, az ilyenfajta animéknél nem igazán lehet tudni. Addig is kettejüknek sok vidám és kellemes percben lesz részük egymással és barátaikkal, míg a befogadó reményei szerint meg nem érnek egy komoly kapcsolatra. Második. Kumichu Musumeto Sewagaraki. Ki ne hallott volna már a világ egyik legrégebbi bűnözői szervezetéről, a jakuzákról. A klánok rengeteg izgalmas japán történetben felbukkannak, amire az olvasó, illetve a néző szívesen rácuppan, ha vonzódik-e szeszélyes életet élő klánok alvilági kalandjai iránt. No, ebben az animében is jakuzákkal találkozunk, a sztori közel sem az a véres, rúgjuk szét a següket szitukat vázolja fel, de nem is töketleníti el azért a csoportot. Épp ellenkezőleg. Igaz, hogy a cukiság és a megható jelenetek kitűnő alappillérei az alkotásnak, Kirishima Toru személyében mégis egy hírhedt, démon természetű jakuzát ismerhetünk meg, aki hidegvérrel nyúl a legdurvább eszközökhöz, ha éppen arra van szükség. Ám egy szép napon, miután kicsit fejébe szállt fenev a természete és majdnem nagy bajba sodorta a családját, főnöke egy új feladattal bízza meg, amivel Kirishimának rendesen meggyűlik majd a baja. A Sakuragi család fejének ugyanis van egy aranyos kis 6 éves leánykája, Yaeka, akire momentán nincs senki, aki vigyázzon. Itt
jön képbe az utcák legvadabb rémálma, mert hát miért is ne bízna meg benne annyira a főni, hogy rábízza ártatlan kislánykáját? Kirishima. Kirishima, aki eddig mindig csak erőszakkal fordult ellenségeihez, meg kell, hogy tapasztalja, mit jelent a törődés és a nevelés, ami elsőre nem igazán sikeredik szegény flótásnak, de csak hamar megszereti Jaekát és elhatározza, megvédi őt bármi áron. Az érdekesnek kínálkozó egyedi alapkoncepció mellett külön erőssége az animének, hogy a Yakuza azért nem lágyul el teljesen. Az egyik pillanatban legyőzhetetlen démon, míg máskor egy felelősségteljes apapótlék lesz. Emiatt azonban néha kettő személyiségnek tűnhet, de hozzá kell tennünk, hogy viszonyulásai egyáltalán nem céltalanok. A szem előtt fog egy Yakuza kislány gondolkodása kitárulni a világ felé, ő maga pedig végre megérti, amit egy Yakuzának igencsak tudni kell, hogy egy családot nem mindig a vér köti össze. Első, Yofukashi no Uta. Már hónapok óta nem alszol? Egész éjjel a csillagos égleple alatt bandukolsz a sötét utcákon? Nem, de esetleg ott hagytad a sulit, mert ráuntál a banára, és emiatt egész nap a semmittevés áldozata lettél, és pont emiatt szenvedsz álmatlanságban? Ha mindezek alapján esetleg magadra ismertél, akkor te a minden éjjel éber és nem mellesleg divatos Yamori Kō rokon lelke vagy. Habár a srác nem egy utolsó padban kukuló tanuló, mégis megelégelte, hogy mindenki azt várja tőle, hogy tökéletesnek kell lennie. Mivel letolta az elvárásokat, újabban cél tanul bolyong az éjszakában, míg egy éjjel a már rutinszerűvé vált újdönsült hobbija közben rájön arra, hogy az üres utcák mégsem annyira néptelenek, ugyanis találkozik a további sorsát megpecsételő Nanakusa Nazunával, aki amúgy egy igencsak vonzó testtel és outfittel megáldott vámpircsajszi. A helyzet úgy hozza, hogy ők ketten elkezdenek beszélgetni egymással, és hát Kōkun csak bevallja, mi a jó éjjeli manót keresként az utcán ilyen későn, így hát a mindenre elszállt Nazuna felkínálja neki páratlan szolgálatait segítségét. Vámpír lévén gondolhatjátok, hogy mi lehet ez a különleges szolgáltatás. Úgy bizony. A csajci beleharap a fiú nyakába és leszív néhány liter vért, de mindezt olyan erotikusan, hogy még a Vampire Knight legtutibb jeleneteit is képes a kőkemény aszfaltba döngölni vele. Egy érzéki kis harapás és delikvensünk már álomba is merül, ám hiedelmei ellenére nem változik vámpírrá, ugyanis, mint kiderül, az átalakuláshoz nem elég, ha valakit megharap egy vámpír, a teljes metamorfózis csak akkor megy végbe, ha az a valaki érzéseket is táplál a vámpír irányába. Mivel Kōkun unalmas életét hátrahagyva minden vágya az, hogy ő is vámpír lehessen, elhatározza, hogy beleszeret Nazunába, és ő maga is vámpír lesz. Nem csak a látványvilág, de maga az élmény hátat és hormonokat egyszerre bizsergető ereje teszi ezt az animét nem titkoltan vonzóvá, és még a maga ridegsége ellenére is szerethetővé. Mivel az általam eddig ismert kevésbé szeretett vámpíros történetek hangulatát messze felülmúlta, méltán kapja meg tőlem az első pár rész alapján top listán vezető szerepét. Ezeket az animéket hoztam el ma nektek, remélem megjött a kedvetek ahhoz, hogy néhányba bele is nézzetek. Tervezek majd egy szezonértékelő videót is csinálni egyébként ezekből, meg a második évadokról, amiket nézek, de arra már csak akkor lesz lehetőségem, ha végignéztem az összes anime összes részét. Addig is, ha tetszett nektek ez a videó, akkor pattintsatok rá egy lájkot, és ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel a csatornámra. Legközelebb találkozunk, én Kedves Sensei voltam, és ne feledjétek, továbbra is szemmel tartom az animéket és titeket is. Hiruskonegai shimasu! Sziasztok!